Fontos döntéseket hozott meg Szerdán Kazincbarcika képviselő testülete. A városatyák módosították a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében a tanulást ösztönző támogatásokra vonatkozó feltételek úgy módosultak, hogy azt a legalább egy éve kazincbarcikai lakhelye rendelkező, húsz éven aluli, nappali tagozatos általános iskolások vagy középfokú oktatásban résztvevő diákok kaphatják. További feltétel, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne haladja meg az 500 ezer forintot. Azok a diákok, akik 3,8 vagy 4,2-es átlagos eredményt értek el a fél évben, 10 forintot a 4,3 és 4,5 között, vagy jól teljesített szöveges értékelést kapó tanulók, 15 ezer forintot, akik 4,6 és 4,99 százados átlaggal, vagy kiválóan teljesített szöveges értékeléssel zárták a fél évet, 20 ezer forint tanulást, ösztönző támogatást igényelhetnek az önkormányzattól. És a legjobbak, ugye a, a kitűnők, gyakorlatilag 25 ezer forintot kapnak. Tehát, hogyha valaki mind a két fél évben kitűnő, akkor az éve szinten 50 ezer forintot jelent neki. Szitka Péter polgármester pontosította a tanévben kétszer kapható támogatás kérelmének határidejét is. Ez a félévi bizonyítvány esetében március 15, az végénél pedig július 31-e. Apró pontosítások történtek a nyári balatoni táborosztatás támogatásával kapcsolatban is. Ezzel a lehetőséggel is a 20 éven aluli kazincbarcikai diákok élhetnek, akik legalább fél éve laknak itt, és kazincbarcikai iskolák szervezésében vesznek részt a táborban. A kérelmet május 31 ig lehet benyújtani, vagy különös méltánylást érdemlő esetben indoklással ellátva a tábor kezdetét megelőző két hétig. A támogatás elszámolás köteles, mégpedig a tábor végét követő 30 napon belül, a tábor vezető részvételt igazoló nyilatkozatával és a kérelmező nevére szóló befizetést igazoló átvételi elismervénnyel. A támogatás összege a tábor részvételi díjának 50 a legfeljebb 50 ezer forint gyermekenként. Az erre irányuló kérelmet a szülők nyújthatják be, amennyiben a családban az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 ezer forintot.